30 darab kis kalács lesz. Igen. Akkor egy darabig el leszünk. Pár percet azért így várni kell, egy kicsit nyomkodjuk meg a lisztbe, hogy meginduljon és könnyebb legyen nyújtani. Hát ne fokozd, mert akkor muszáj, jó, hogy kövessenek. Okay. Jó. Próbálom felvenni a tempót. Hú, elégedett vagy eddig? Nagyon jó. Igen. Úgyis keresünk végsegédeket. Ne tedd velem, hogy hármat nyújtasz egyszerre. Jó, oké, csinálhatjuk. Nem csinálhatod nyugodtan, jó, úgy, ahogy szoktad. Nekem nem adsz egy nyújtófát? Azt a jó nagyot add. Elbírom? Persze. Azt a ekkora nyújtót. Na, akkor háromat. Na jó, maradok az egynél. De ez egy ünnepi kalács, nem kell szégyenkezni majd. Jó. Igen, ez egy akár húsvétra, karácsonyra, bármelyik ünnepre, ami... Vagy egyszerű vasárnapi reggeli. Akár annak egy is. Egy jó teljes kávéval. Na nézd, még nagyobbra egy picit, egy kicsit, ugye? De már ez nagyon jó lesz. Ezt már kézzel hozzá lehet kicsit nyújtani. Diós és mákos? Így van. Tehát így kinyújtjuk, igen, majd jó vastagon megkenjük. Ez, hogy készül ez a diókrém? 50% dió, és akkor cukor és édes morzsát rakunk bele. Tehát egy kalács morzsa? Igen, uh-huh, igen. Le van vízzel, forrázva? Igen, forró vízzel, egy 60-70 fokos vízzel, hogy a ízahatás is jobban kijöjjön meg. Meg krémes legyen. Igen. Na, ez már túl nagy, látod? Túl nagyra nyújtottad. Annál szebb kuszorot lehet belőle csinálni. Várj, akkor még nyújtom. Könnyebb lesz vele dolgozni később. Most figyelj. Jó. Majd akkor már mákos lesz. Mákos lesz? Igen. Jó, én azt úgyis jobban szeretem. És akkor utána fogjuk és csak így simán feltekerjük. Csinálunk egy tekercset, de úgy is jó, ha lassan csináljuk ám. Igen. Ő csinálja gyorsan, én lassan. Hánykor kezdtél ma? Hát az a helyzet, hogy most a pihenőidőmben vagyok. De egyébként hányszor kezdtél? Este 6-kor szoktam kezdeni, és akkor reggelig. Általában hajnal 4-5 óráig betart a sütés. Négy mákos, négy diós, ugye? Igen, és akkor ezt most ketté vágjuk. Igen. És utána... Megfonjuk. Megfonjuk. Dolgozunk bioliszttel is, amivel bio? Kicsit bio tönköly, buzaliszttel, ami kicsit nehezebb bele dolgozni, de bármit elkészítünk abból is. De itt van malom? Rápcakapin található, egy nagyon kicsi, egy kis... Annál családi gazdák. Hát azért, azok gazdák, a jó. És ő nekik szoktam kenyeret sütni. Kovászoltok is? Kovászos kenyeret vannak, igen. Hát a biotönkölyt azt mással nem is lehet alapból, mert ha nincs előtészta, akkor nem lehet vele dolgozni. Nem is kéne más búzát termeszteni, csak azt, ami öreg tésztával vagy jó kovásszal készül. Ha
hagytuk egy picit kelni, és akkor lekenjük, hogy szép fényes legyen, aztán megy be a sütőbe. Igen. És átszaladok az utca túloldalára, hogy még melegen megkapja a plébános úr. Igen, szereti az édességet a plébános Igen. Ezt hiányzott az asztalról. Ó, nagyon szép. Jó, meleg még. Az illata is. Igen, azért jön annyira érződik. Az illata, mert még tényleg forró. De azért az asztal is elég jól néz ki, plébános. Ó, tele van mindenféle földi jóval. És ez mind helyi? Hogyne, természetesen. Ide csak helyit mehetünk csak tenni lébi. Ma az asztalra. Igen. Én is csodálkozom azon, hogy mennyi helyi termékünk van, és mégis a bevásárló központokba járunk sokszor. Na, akkor ezt most megváltoztatjuk. Hát feltétlenül. Listát nyitnunk kell írni. El a helyiek felé. Igen, igen. Stinnel Sanyi sajtjait már kóstoltam korábban, úgy nézem ez egy... Csinos. Nagyon szép. Szalonna, hagyma, vigahagyma, igen. A kenyér is az Zolitól van, ugye? Mind gyermekkoromban, amikor a pékhez mentem még a kenyérén. Most újra előjönnek ezek Köszönöm. A házias. Igen, és megkérdeztem kovászolt kenyerek, de látszik is az állagán. Hova valósi plébános úr? Csallóközi, Gútai. Akkor ott a nagymama még kemencébe sütött? Még hát volt? Sajnos én késői gyermek vagyok, én a kemencét már nem láttam, de még voltak helyi pékek, ahova elmentünk kenyérél, és uh-huh. ott még az igazi kemencébe sütötték a kenyeret. Mennyien laknak itt Léményben? 3000 fő. És mekkora a katolikus gyülekezet? Hát van 2200 körül. A szép! És járnak is templomba, ha már ilyen gyönyörűségük van? Hogyne, hát úgy két misénk van hétvégén, az úgy nagyjából megtelik. Nagyon régi, több mint 800 éves a templomunk, még román kornak egyik gyöngyszeme Magyarországon. Jákkal szoktak minket együtt emlegetni egy oldalon. De ez az öregebb, ugye? Igen, 50 éve korábbi, igen, és valódi román stílus. Tehát 1200-as évek legeleje akkor. 1206-ra datáljuk. Hogy elkészült. Igen. Na, majd megnézzük. Francia mesterek építették, ezt viszont a magyar emberek itt a helyiek készítették. Jó étvágyat! Jól hallottam, hogy plébános úr nagyon jól főz. Hogy nagyon jól-e, azt mondják meg mások, de van még szakképesítésem is róla. Elvégezte a szakács. Gyermekkorom óta érdekel, és mikor olyan nyugalmasabb éven volt, akkor úgy döntöttem, hogy egy OK-s képzésen részt veszek, hogy papírom is legyen róla. Mert nagyon érdekelt mindig is a főzés. Tehát maga a főzés öröme, ami... Igen. És kinek szokott főzni? Hát ugye magamnak, édesanyámnak, de előfordult már az is, hogy a híveknek. De jó. Főleg amikor tanultam, mert be akartam mutatni, hogy milyen ügyes vagyok. De akkor ma főz nekem. Feltétlenül. Na azért. Egyébként milyen jó ez? Racka, vagy valami... Cigája. Cigája? Két éves ürű. Ó, bocsánat, ide átteszem ezt, jó? A hús zsenge, a kés éles. Minden tökéletes. Pontosan. Azért ezt nem mindenki mondhatja el, hogy
Magyarország legrégebbi, legöregebb temploma mellett. Még növendékkoromban rádobbant a szívem, itt jártam akkor először, és akkor arra gondoltam, milyen kár, hogy én egy ilyen jelentős helyen soha nem lehetek plébános. Hát de miért volt ilyen kis hitű? Hát ezt nem tudom. De csak óhajtani kell, megadatik, nem? Hát a hit csodálkozik. Így van, hát ez is így lett. Igen. De egyébként most miért pont birkát főz nekem? Hát a templom miatt természetesen, hiszen szegény szerzetesek nem tudták, hogy miből építkezzenek itt a hanság peremén, ahol csak a rétek vannak legelők, és bárányok, mert azok voltak. De hát a hit és az ima ereje csodákra képes. Egyik reggel arra lettek figyelmesek, hogy nem végetnek a bárányok. Mi lehet ennek az oka? Kinéztek az ablakon, és a réten kőtengert láttak. Kővé váltak a bárányok, kővé a legenda váltak szerint. Váltak a bárányok, és a Jóisten így adott építőanyagot ennek a templomnak. Ezeket egybe hagyjuk, plébános úr. Természetesen, milyen jól fog ez mutatni. Ez a nagy arisztokrata vacsora, nem? Jól a szaftos combbal. Hány ember jön vacsorázni, hogy ennyi alapanyagot teszünk oda? Szerintem annyian, mint az apostolok. 12? Igen. Megkeverjem? Igen, igen. Na most jó a tűz? Beleönthetem engedelmével a hagymát? Természetesen. Úgy, és akkor ez csak jó kis friss kenyérre leszük. Marad itt. Marad? Ide. Ne tegyük bele? Betegyük. Olyan jó illata jó. Van, nem? Akkor kipárologtatjuk jól a hagymából a nedvességet, hogy jó zsíron megpiruljon, ugye a igen. Hús? És akkor a csontok? A csontokat is majd előbb talán a húst pirítsuk meg egy kicsit, és utána fogjuk betenni. Tehát nem alulra rakja a csontokat, hogy ne égjen le? Mindig tanulok. Jó pap, holtig tanulok. Csináljuk úgy. Szerintem rakjuk alulra a csontokat, rakjuk. Jó? Igen, segíthetek. És akkor jó nehezek. Nem sül le majd olyan könnyen. Mi következzen hát? Én szerintem jöhet a paprika. Paprika, utána rátehetjük a többit, jó? Jó, íme. Ugye, hogy nem látni mi újság? Egyáltalán. De gyönyörűen szól a harang. Harangszóra nem jó. Nagyon szokott főzni. Harangszóra már enni kellene, de ez vacsora lesz. Tegyünk rá fűszereket még, jó, ugye? Jó, igen. Egy kis... Kömény. Egy kis bors. Ez keverék, erős paprika, fokhagyma és bazsalikom. Ezt úgy nagyon szeretem mindenre. És hát ne feledjük, a bárányok réten legelnek, ahol kiváló kakukkfűt találnak, és ugye mennyi kakukkfűt megeszik egy bárány az életébe, ugye? Igen. Most pedig teszünk rá a húsára is, teszünk egy kis kakukkfűvet. Pörköltbe egy kis fokhagyma, ugye? Ez már csak jó lehet. Azért csak úgy megkevertem, hogy följöttek egy a csontok. Egy kis fokhagyma. Látja? Igen, úsznak. Sajnos. Szerecsendiót feltétlenül. Igen? Tegyünk a pörköltbe. Na, ez új nekem. De nagyon szeretem a szerecsendiót, úgyhogy biztos csak jó lehet. Különleges ízt ad neki. Majd azt valaki megtalálja, boldog lesz vele. Belement. Csak ne harapjon rá! Túl sokat persze nem szabad a szerecsendióból. Itt van, nézze! Megvan! Egy kis babéllevél, hogy mindenkinek igaza legyen. Ez már kézboszorkány konyha, mint ugye? Mint egy gyógytea, nem olyan már? Olyan hát mi itt érezzük az illatokat nagyon valóban. Jó. És akkor ráteszem én azt a másik vizet is, amíg tényleg le nem kapja. Tessék! Köszönöm! De úgyis a hús is enged. És sót nem is tettünk rá. Tényleg a só! Na, ekkora mennyisége. Hát de... ide azért kell, ugye? Kell, de majd megkóstoljuk. És akkor ezt főzni kell jócskán? Hát legalább 3 órát, azért ugye? Lesz jó szaftja.
hiszen jó, jó nagy darab csontok is vannak, igen, benne, úgyhogy kell a 3 óra. És ennyi csontból mennyi enyv ki fog főni, mennyi íz. Jó cupákos lesz, milyen, igen, lesz jó ragadós szaftal. Muszáj visszanéznem a templomra. Ki a védőszent? Idősebb Szent Jakab apostol, az El Camino miatt mindenki ismeri a nevét. Igen. Magyarországon is sokan járják ezt az utat, és egészen Santiagoig el lehet sétálni, 3200 kilométer mindössze innen. Van, aki innen indul? Van, nem is egyel találkoztam már itt. Szép. Hát ez az oldalkapu is gyönyörű. Igen, a szerzetesek kapujának hívják, aha, a déli kaput. Ezen ment ebbe a Bencé szerzetesek a templomba, amikor imára készültek. És ez itt, ez az angyal, ami a másik oldalról hiányzik. Az egyik angyal eltűnt, a másik megmaradt, ő viszont annál erősebb védangyal a lébényeknek. Ez a híres lébényi védőangyal. A 800 év rombolása azért meglátszik az épületen. Hát meglátszik, de azért összetehetjük a két kezünket, hogy ilyen gyönyörűen megmaradt. Arra tanít bennünket a templom 800 évnyi vérzivataros történelme, hogy hogyan kell minden túlélni, méghozzá megújulva túlélni a megpróbáltatásokat, és ez a mi emberi életünkre is vonatkozik. Nekünk nem kell 800 évet túlélni, nekünk pár évtizedet kell viszonylag jó állapotban túlélni, és hát ebben segít a hit és az imádság. Körbejártuk. Hamarosan megérkezünk a keleti oldalra, a felkelő, igen, nap. Erről az oldalról süt be a színes üvegablakokon keresztül a főoltáron miséző papra. Ez egy különleges élmény, hogyha reggel valaki el tud jönni a misére, akkor egy ilyen páratlan élményben lehet részletesség. Erről az oldalról nagyon érdekes módon hátulról tűnik a templom a legszebbnek. Mindenki azt mondja, hogy erről az oldaláról a legszebb hátulról. De milyen érdekes, hogy erre is néz, mert itt a tér. Tehát a térről ez látszik a fő oldalnak. És hogy van, ugye ez az 1200-as évek legeleje, és abban a korban nagyon komolyan tájolták a templomokat. A fővédőszent ünnepe július 25-én van. Azon a reggelen a nap éppen Szent Jakab szobrát világítja meg, úgy van kialakítva az ablak, igen, és a tájolás. Tehát fantasztikusak voltak, ismerték, igen, az építészeten túl a csillagászatot, és minden egyéb dolgot is, tehát ki az ma, aki egy ilyet meg tud építeni? Hát nem csoda, hogy ott van a mester arca is a bejáratnál. Őt is ábrázolták. Hát ez, igen, olyan tudás, amit ma szerintem már nem sokan tudnak. Jó napot kívánok! Itt milyen tisztaság van? A rendet megtartani egyszerű, mint mindig rendet csinálni. Én ezzel egyet értek. Én nem akarok olyat eladni, amit én magam nem eszek meg. Hát persze. De ugye az egész gazdaságotok biogazdaság. Igen. Hány hektáron gazdálkodtok? 250 hektár már. Azt a mindenit! De akkor mi mindent termeltek? Ami elképzelhető. Ami szó szerint. Tehát vannak a gyökérzöldségek. Utána azt tudom, hogy van búzátok, tönkölybúza, mert azt már mindenki elmondta. Igen, tönkölybúza, őszi búza, rózs,
Köles. A kölest is magunk hátoljuk. Malmunk is van, ilyen kisebb malom. Hogy néz ki egy év a gazdaságban? Minden februárban vagy januártól megtervezzük azt, hogy mit fogunk termeszteni, és akkor szépen lassan édesapám a testvéremmel együtt beszerzi a vetőmagokat, a termeléshez minden olyan alapanyagot, amire szükség van. Közben te értékesíted az itt lévő tavait. Én az irodában tevékenykedem, és igyekszem azon, hogy a te a pénzügyi hátteret vigyázod. Igen, arra igyekszem figyelni. Tehát tulajdonképpen ezek 12 hónapos munka. Ez állandó. Almalére és almacéklalére megint vitál. Saját bió? Igen. Hát persze, menjünk. Nagyon szeretem a céklát. Ez most összekészült. Nagyon magas a vastartalma. Uh-huh. Hát meg ugye a színek nagyon fontosak. Egészséges is. Egészségetekre, kocincsunk. Egy jó céklevével. Akkor ez a tönkölyű búzátokból van? Igen, ez a mi lisztünkből, illetve a mi szemes tönkölyünket őrlik. Nagyon finom. Abból készítik Gyenes Diáson. Zöldházat. Ez olyan finom, könnyű, ropogós. És akkor van minden. Bio mézek, bio borok, teák, a saját zöldségeitek, gyümölcseitek. Igyekszünk a magyar termelőktől is, akik bióval foglalkozni, tartani az áruikat, illetve azért beszerzünk máshol a teákat, külföldről kekszeket, de abból is. Igyekszünk egy nagyobb szortimentet mutatni. Nagyon szép kis boltotok van. Le a kalappal, tényleg. Igen. És bio déli gyümölcsök is, az is nagyon fontos. Én mindig elmondom, hogy csak biocitromhéját használjuk, de olyan nehéz beszerezni. Burgonyát vehetek? Természetesen. Főzni fogják, pillangót készítenek, melyiket ajánljátok? Hát B főzési típus, a sárga és a piros. A sárga az Alberta fajta, a piros pedig Labella. Uh-huh. A kétféle kifli krumpli, a piros és a lila, az pedig a főzési típusúak, tehát inkább salátának valók. Uh-huh. De én ebből a sárgából tudnék. Jó? Az, ami abból akkor válogatok ilyen közepeseket. Ingyen szakácsok, ez 11-ben vagy 12-ben a legjobb burgonyának. Komolyan? Elég ennyi, köszönjük. Pillangós. Pillangós? Igen, pillangós. És hogy miért ez a neve, én azt nem tudom megmondani, valószínű, vagy az anyám, vagy valaki más idősasszony találta ki, hogy a gyerekek jobban megegyék. Csapda. Egy kis mese. Igen. Mert ugye a tej tetején az a rózsaszínű paprikakarika, zsírkarika úszott, hát az a pillangó rajta. Ja, értem. Hát ez nagyon olcsó, nagyon laktató és nagyon gyors. Tehát amit látok itt, hagyma, krumpli, igen, zsír, tojás, igen, só paprika. Igen. Semmi. Na, egyéb. Hogy ebből hogy lesz valami pillangó, mindjárt meglátjuk. Anyám azt mondta, hogy minden ételhez más formára kell vágni krumpli. Egyet értek. És ehhez a pillangóshoz így kell vágni a krumpli. Így kell vágni, igen. Négybe, és akkor így a sarkait igen, levagdosni. A sarkait így levagdossuk. Ezt az ételt én mecsérről hoztam.
Ja, szóval ez akkor úgy jött be a Nikó nénivel. Igen, igen. Én is úgy költöztem ide Lépénybe. Hát de Mecsér hány kilométer? Hát az 10 kilométer itt van a szomszédban. Érdekes, hogy előtte nem jött át, ugye? És itt Lébénybe nem hallottam, hogy főzték volna. Úgy szoktam, hogy összehúzom a hagymát, arra teszem a piros paprikát, hogy meg ne égjen, hogy szép piros színű legyen. Gyorsan rárakom a krumplit, hogy ne égjen meg. Ez eddig olyan, mint a krumpli paprikás készülne. Igen. Most vizet kérek majd. Kicsit átforgatjuk. De jó illata van, nagyon szeretem a krumpli paprikást is. Hát az egy remek étel, és akkor ráöntjük a vizet. Ezt csak addig kell felönteni vízzel, amíg ellepi a krumplit. És akkor így teljesen készre főzzük? Majd tejjel föl kell önteni. Tej. Tejjel. És akkor öntjük fel, mikor már megfőtt? Mikor már megfőtt a krumpli, akkor felöntjük tejjel, uh-huh. És megvárjuk, míg felfor, de azt nagyon kell nézni, mert a tej az futós. Igen. Azt igen. Figyelni kell. Mikor felforrott a tej, akkor takarékra vesszük, és akkor egyesével bele engedünk nyers tojást. És akkor azt nem keverjük szét? Nem. Hanem ilyen budjantott tojások budjantott lesznek tele. Szerű. Ha így meg tudom nyomni, eltörik a kanál. Jó napot! Jó napot! Na itt a tej! Jó, szervusz, Kati! De jó, hogy jöttél, mert éppen most lesz rá szükség. Aztán egy kis kóstolót is. Ezek joghurtok. De jó! Túrolt, és tejföld. De szép joghurt. De zsíros túró, ugye? Félzsíros. Félzsíros. Gyönyörű rögös. És tejföld is van? Igen, 20%-os tejföld. Hú, de jó sűrű joghurt. Ez saját teheneitek vannak? Nem, ez egy tejüzemből való, ahol Isten? Dolgozom. Uh-huh. Egy lévényi vállalkozó kedvet érzett hozzá, és Rábszakapin megvett egy régi tejüzemet. Uh-huh. A környékbeli finom. Kisgazdáktól és a helyi termelőktől vesszük át a tejet feldolgozásra. Nagyon finom. Ez a zöld, én még nem ettem soha ilyen zöldelmet. Finom. Ez igen. Cukormentes. Mindegy. Igen? Cukormentes. Nagyon finomak. Azért ez egy nagy dolog, hogy környékben több kecskesajt, ilyen finom tejtermékek, biogazdaságban minden, azért itt még megy az élet, ez jó. Itt még van olyan gazda, aki tart tehenet. Itt ez azért jó ez a kis tejüzem, mert ez kicsi, ugye? Ez egy kicsi tejüzem, igen. Hogy van értelme újból házaknál néhány tehenet is tartani. Igen. Hú, de jó illata van a tej. Mindjárt 3-4 perc múlva kész, és akkor felöntjük a tejjel. Majdnem jó. Most na, mennyit tegyek bele? Hát, olyan gondolom formú. Majdnem egy liter tej bele. Igen, uh-huh. Igen. De figyelnünk kell most már nagyon éberen, mert elfut a tej. És akkor, ha fölfort, akkor mehet bele a tojás. Óvatosan, hogy budjantott legyen, ne essen szét. Ugye? Megpróbálom. Maradjon a sárga. Jó, hát akkor előbb lekapcsoljuk. Vagy majd az utolsót kinézem, és az... És az, az. Igen. És azt mikor szokták enni ezt az ételt? Hétköznap? Ez tulajdonképpen hétköznapi étel. Ha munka után hazament a gazdasszony, ha volt neki olyan gyerek, akire rá lehetett bízni a krumpli dolgot, akkor már annyival előbbre volt, és akkor gyorsan lett vacsora. Ezt kenyérrel szokták enni uh-huh. Egyébként. Biztos mert nagyon finom lesz. Gyönyörűen for. For, igen. Most egyesével meg kell figyelni, hogy hova. Gondolom, mindenki kapott egy budjantott tojást. Ahányan voltak, én 4-et szoktam beletenni. És akkor ezek miatt lett? Hát az becézték el pillangós. Nagyon köszönjük, gyönyörű. Nézd ki.
Jaj, nagyon tetszik. Olyan jó ötletek ezek. És van mindennel együtt, 20 perc alatt egy jó meleg vacsora. Igen, és gyorsan kész, és gyorsan meg is lehet tenni. Mm. Nagyon finom. Milyen jó ötlet, ugye? Ilyen édes aranyos bábukat horgolnak a fonóban. Én ezt így ülnék, amikor dolgozom, és ezt úgy elnyomkodgatnám. Újszülötteknek ajánlották, és azért kezdtük el horgolni, mert ezeket a csápokat, polipcsápokat igen, szeretik így morzsolgatni. De a szabvány megvan, hogy, mit kell horgulni a csecsemő osztályra. Gondolom, akkor ez a csecsemő osztály. Kisebb tenyérnyi. Uh-huh. Meg van csápol együtt, hogy mekkora. Jó, tehát a koraszülött csecsemő osztályra is jótékonyságból forgolnak ilyeneket. Na és maguk miért, hogy fonónak hívják magukat, hiszen horgolnak, meg kímeznek. Hogy lett fonó? Igazából nem a fonás miatt lett fonó, hanem tulajdonképpen a csuhé pödrés, a pödrést hívták csuhéfonásnak, uh-huh. És abból lett a fonó. Tehát az régről maradt. Igen, az régről maradt, és úgy gondoltuk, hogy hát tulajdonképpen kézi munkaszakkör, de így ez sokkal kedvesebb név. Egyetértek. Láttam, hogy ott kint valamilyen sütihez elő vannak készülve, kisüt. Ketten sütünk. Igen, ketten. Jó. Ilyen kevert cserét, vagyis ez most meggyes potyogtatós. Igen. Meggyes potyogtatós, ilyen poháról van kimérve, mert ugye az előtt nem volt mérleg. Igen. Egy marok, egy pohár, egy kanál, ezek voltak a mértékegységek. Igen. Na mi az akkor ez a dobálós? Vagy potyogtatós? Potyogtatós. Dobálós, igen. Ez egyszerű, nagyon egyszerű recept. Tojást azt először fölverni a fehérit, cukrot bele, aztán a sárgáját, aztán a lisztet, a legvégén a tepsibe meg potyogtatni rá azért potyogtatós. Ja, ennyi az egész. Igen. Ez egy piskóta. Hasonló, csak annyi, hogy van benne olaj. Ja, négy pohár liszt, három pohár barna cukor, három tojás. Hat tojás. Ja, hat tojás. Meg kettő olaj. Két deci olaj. Na, akkor a fehérjét a cukorral felverjem, ugye? Igen. Szóljon, ha rakhatom a cukrot. Oké. Okay. Már az elejétől? Még nem, egy kicsit meg várjuk. Kicsit habosítani. Adagoljam a lisztet? Igen, meg a olajnak a falit. Belemöntjük először. Lehet a másik. Már lehet mindig. És ennyi. Nincs indok arra, hogy miért nem sütünk a gyerekeinknek házi sütit, mert ez mennyi volt? Két perc? Hát nem sok. Ugye? És akkor lehet vagy kizsírozott, kivajazott tepsibe, vagy egy sütőpapírra. Igen, csak azért tesszük a aljára olajat, hogy ne csuszkáljon. És akkor jöhet a megy. Előmelegített csüktőbe, 180 fokon a 30-35 perc. Óriási. Pillanatok alatt. Azért rá lehet. Uh-huh. De ebbe lehetne almakockákat is szórni, vagy amilyen gyümölcs éppen van. Szilvát kétfelé vángol. Szilvát, gyümölcsöt. Epreket, bármit, ami van. Nálunk ezt a potyogtatóst, ezt keltésztába potyogtatja az anyu. Egy ilyen nagyon lágy keltésztát beleönti ugye a tepsébe, és abba becukrozott fahéjas megyet. Itt nem. Itt ebbe a vajas vagy olajos piskótába. De ez a leggyorsabb így. Hát igen. Nagyon finom egyébként. Valami.
ez a lébényi angyal, ami igen, a bejáratnál van. Ami az oldalsó bejáratnál van, a kapu fölött, igen. Azt már megnéztem, Pébános úr megmutatta, igen, és azt igen. is, hogy hiányzik a másik. A másik hiányzik azért, mert a közeli bányába egy bányász balesetet szenvedett, és segítségért kiáltott, és ugye ők őrangyalok, és egyszerre leszállott, és ment a bányába segíteni. A bányász megmenekült, szerencsére, jött volna vissza az angyal a párjához, oda a kapu felé, és akkor újra segélykérést hallott, és azóta is kering mindenfele, segíti az embereket. Azért van nekünk csak egy angyalunk, de ez az egy angyal, ez megkettőzött erővel vigyáz a lébény lakosaira. De ez milyen aranyos. Ez a lébényi angyalnak a története, és ugye így került ez, mert ott is csak ilyen formában van, nem egész igen, a lakos, igen, hanem, igen, igen. hanem ilyen kis angyalfej szárnyakkal. Igen, egy angyalfej szárnyak, és egy ilyen érdekes tollruhaszerűség igen, igen, van. És akkor... Nagyon jó rajzolsz, Andi. Hát, de hát ez máshogy nem is lehet. Hát, más, igen. De mert, hogy tanultál grafikát? Nem, semmit. Ez csak? Nem, az a baj, hogy ugye én se középiskolában, sehol nem tanultam rajzolni, és ez engem, nekem először ez nehézséget okozott, de viszonylag a fazakas iskola, mert én fazakas is vagyok. Aha. Úgyhogy ott egy évig kis rajzoktatás volt, de nem sok. De hogy jött neked pont a mézes kalács, hogyha fazekas vagy? Mert a fazekasságot nem csinálhattam, mert nehéz fémallergiám, kiderült, hogy nehéz fémallergiám van, és aztán végül is úgy jött, hogy a fiam akkor általános iskolás volt, és vettünk ilyen lapra szerelt házat, igen. és azt állítottam össze nekik, bevittem az osztályba, és akkor az volt a jutalom, hogy advent végén ráüthettek és megették a mézes kalács házat, és utána minden éven már üzentek, hogy na, ugye megint viszek, és akkor így alakult. Aztán na jó, akkor csinálok, mondtad. Mondom, akkor már magam is csinálok, nem csak lapra szerelt házat, aztán utána megsütögettem, kezdtem sütögetni, és akkor a barátnők mindenki hozták, hogy diszítsd ki te. Hát de mondom, miért nem tudjátok kidiszíteni? Kiderült, hogy akkor nekik nem megy. Na ugye? És akkor... Ugye, neked elsőre jobban ment. Nem elsőre, csak én úgy szerettem. Tehát az is kell, hogy valaki szeresse, mert ha nem szereti, akkor tényleg bele lehet unni. Jó, azért egy-két nagyon szép mézes kalácsost, mármint aki nagyon szépen díszíti, ismerek. De ide adod a másik angyalodat? Igen. Meg azt a háromszög a karácsonyi mintádat is ott lent. Tessék. Köszönöm. De ez azért extrémül gyönyörű. Tessék. Hát ez olyan, mintha egy horgolt csipke hát lenne. Hát igen, az a cél vele, hogy annak tűnjön. Igen, és valaki azt kérdezi, hogy ez nem olyan, hogy előre van egy sablon és rászabom. Kezdem csikozni az egyik irányba. Igen, de azt nézem, hogy nem érinted nem, le a hegyét, nem, hanem nem, a nem, szállat akkor, húzod. Igen, mert akkor összemaszatolom. Igen, ugye igen. Ez jó az anyag, és így lehet húzni. És ez tojásfehérje, cukor? Tojásfehérje, igen, felverem egy kis citromlével, robotgéppel jó keményre, és utána csak ilyen lapáttal keverem hozzá a kétszer átszitált porcukrot, mert hogyha nem szitálom át, akkor szemcsék vannak benne, és ugye akkor állandóan elakad. Akkor nem lehet ilyen vékony kis vonalat húzni vele, mert elakad. Meg állandóan így le kell törögetni, mert gyorsan szárad, és hogyha egy pici is rászárad, az már olyan sólya, és megtekeri. Tehát akkor nem ilyen szép, simán jön ki a hab. Ez csak mint így. Mint egy pók, úgy húzod azt a szálat. És akkor most, hogyha végigértél szárad, és utána jön keresztbe, tehát megcsinálod igen. a horgolt alapot, igen. és utána, mint egy keresztszemes igen, tulajdonképpen, ki töltöd a... És soronként, nem így, hanem soronként, így, tehát soronként itt van mellettem megtöltöd. A minta, és akkor van alatta egy ilyen papír, és akkor nézem a egy sor,
és akkor számolom a kockákat, és akkor bepöttyezem. Igen, nagyon komoly. Azért ezzel egy darabig elszórakozol, amire egy ilyen megszületik. Igen, hát azért van itt valami a levegőben, lébényben. Ezek az angyalok tényleg végzik a dolgukat. Igen. Következő sütemény neve forgács, és én erre azt gondoltam, hogy ez is egy forgácsfánk, de ez nem az. Lehet, hogy még régebbi recept, nem? Igen, ez valóban egy nagyon régi recept, még a nagymamám receptje volt, tehát körülbelül 100 éves. Minimum. Tehát a nagymamai, azt igen, nem lehet tudni, igen, kitől hát édesanyám tanulta. Gyerekkorában már ezt sütötték, és hát az édesanyám is már 103 éves lenne, ha élne. Úgyhogy ez annyira régi sütemény. És igazából nagyon egyszerű sütemény. Uh-huh. Minden olyat használtak föl annak idején a háztartásban, ami úgy is megtermett. Megtermett a dió, megtermett a lisztet, megtudták ugye a gabonából. Cukor is volt, mert azt is ugye termesztettek. Tojás volt. Tehát minden adott volt ahhoz, hogy egyszerű süteményt készítsenek. És hát idejük azért nekik sem volt olyan nagyon sok. Úgyhogy ezt a süteményt nagyon sokszor így az ebédfőzés közben, vasárnapi ebédfőzés közben szokta megcsinálni a nagyanyám. Ez az ős alapanyag? Igen, tehát ennyi kell ez is hozzá. Igen, liszt, az cukor, dió, tojás. Igen. Ennyi? Igen, nagyon kíváncsi vagyok, úgyhogy kezdjük el, jó? Hát ezt nagyon egyszerű készíteni. Az első lépés az, hogy 3 tojást kikeverünk 25 deka cukorral. Ja, jó sok cukor. Akkor ez egy ropogós, apró sütemény. Amikor fölvágjuk, akkor számíthatjuk csak az apró sütemények közé, egyébként pedig olyan, mintha megsütöttünk volna egy kalácsot. Aha, jó krémes. Ez most már nem kell. Már. És mennyi lisztet teszünk bele? 30 deka liszt megy hozzá. 30 deka liszt, finom liszt. Igen, finom liszt, nem kell hozzá másik fajta. Sűrű massza lesz belőle, tehát nem gyúrt tészta, mert annál sokkal hígabb. Tehát egy nokedli jellegű tészta. Körülbelül. Ugye meglátjuk. Még annál egy kicsit azért sűrűbb. És akkor se élesztő, se sütőpor, semmi. Se szódapor, semmi nem kerül bele. A régi recept szerint semmi nem kell hozzá, csak ez a akkor annyi levegő kerül tulajdonképpen a tésztába. Igen, amikor keverjük. Hogy laza lesz. Mint a tojás, amit tojásba beviszünk. Igen. Hát egy ilyen sűrű massza lesz belőle. És akkor ezt viszont egy nagyon erősen meglisztezett deszkára kell kitenni. Ezt két deszkára? Igen. És akkor ez volt a vasárnapi sütemény? Igen. És hát el lehetett rakni, hát már ha megmaradt. Eláll. De elállós, igen. Húzzuk a deszkán, nem túl hosszúra, mert ugye nem olyan könnyű felszedni, végig szórjuk dióval. Jó gazdagon látom. Igen, 15 deka diót teszünk bele. Két szélére is húzok, hogy ott nem, is ne. Nem mind kell. Középre? Majdnem elrontottam. Á, semmi baj, nem kell a szélére, mert a szélét majd vissza kell így hajtani. Mint a kalács lenne. Tehát ezt a nagyon lágy tésztát összetekerjük. Igen, vissza kell két oldalról hajtani. Hát jó nehéz bánni vele. Tepsit azt egy kicsit kizsírozzuk, és kilisztezzük. Na, ezt megnézem, hogy ez hogy kerül oda bele. Itt kell megkérni a nagy tenyerű férjeinket. Igen. Egy pillanat. Mint egy kisbabát óvatosan. Igen. De föl fog jönni. Föl? És bele fog menni, mert muszáj neki. Eddig még mindig mindegyik belement.
És újra formázni. És újra formázni, igen. És igazából ezzel kész. Tehát most kész, nem kell pihenni, nem kell semmi. Semmit csak meg hány fokra tegyük be? Hát magas? Csak nem kell nagyon magasra, mert idő kell ahhoz, hogy ez a piskótaszerű tészta ez át tudjon sülni. Úgyhogy csak éppen előtte szoktam begyújtani kevéssel a sütőt, és akkor már rögtön. Együtt melegedjen. Igen. Most már csak az kell, hogy megsüljön. Így van, és aztán már végre megkóstolom, hogy ebből mi lesz. Trokogós? Igen, amikor elkészül, akkor igen. És aztán visszapuhul. Nem nagyon, ez végig ilyen marad. Tehát megőrzi ezt és a ez csak így topogosságát. Igen, de igen, igen, semmihez, igen. Igen, semmihez nem. Tehát nem egy teljes kávéhoz. Nem, ez csak így magában. Ott jön egy nagyon diós, abból fogok kóstolni. De milyen levegős. És az összes levegő a tojásból, ahogy azt kavartuk, ugye? Igen. Nem száraz ez. Ez milyen érdekes, ez. Ki gondolná, hogy ez ilyen finom? Hát nem olyan nagyon mutatós sütemény. De nagyon jó. Csak tényleg egy nagyon egyszerű dolog. De izgalmas, hogy ez az egyszerű dolog milyen finom. Pörkölt lett belül a dió. Igen, az adja igazából az ízét, hogy a lassú dió sütés lett közben megpirul a dió. És Óriási. Igazából semmi ízesítő nincsen benne, csak ez a dió. Jó, és de ez abból a, sok ez a pörkölt íz. Igen, ez de a pörkölt ez dió íz. Igen. Igazából egy pohár teljes kávéval. Hát azzal nagyon finom. Vagy csak tejjel. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Mindenek szemei te benned bíznak, Úristen, te azt nekik eledelt alkalmas időben, feltárod a te szent kezeidet, és betöltesz minden élőket áldásoddal. Jó étvágyat kívánok! Köszönjük, Ámen! Jó étvágyat! Köszönjük szépen ezt a csodás Köszönjük. Napot! Meg hát Katta, köszönjük a levelet, hogy meghívtál minket, vagy én meghívtak minket. Én köszönöm, hogy eljöttetek, azért volt itt látni való lévényben, ugye? Ez annyira izgalmas és olyan igazságtalan, hogy az embernek csak az autópályán kiírt lébény mecsértábla van meg, és kevesen térnek le is. Még igazságtalanabb az, hogy mindenki tudja, hogy a Jáki templom milyen, hol van, és a lébényi templomot legalább ennyire kéne tudni, ugye 50 évvel idősebb, sokkal monumentálisabb. Románkoribb. Egy románkoribb, egy csoda, és hát maga a falun, hát falu ez nekem, meg gondolom önöknek is, hiába város arányja, igen. Hogy annyira szép helyen van, hogy a tér közepén, és hogy indulnak az utcák, tehát ide tényleg el kell jönni, ezt mindenkinek látni kell. Örülök nagyon, hogy szóltál. Én is. Így egy picit most talán jobban megismerik. Igen. Egyébként, amikor el szoktak jönni a látogatók, és az első aha élmény, hogy hú, de hasonlít a Jákira, akkor én mindig szoktam mondani, hogy tévedés, mert ő hasonlít ránk. Igen. Mi ez a bableves? Ezt nem láttam ma. Hát itt, ez egy itteni, helyi formája a bablevesnek, babcsuszkónak hívjuk mi. De édes neve ugye van. Itt Moson-Szentmiklós lébény azért itt megvolt, és hát rossz szomszédság, török átok, ezt szokták mondani. Itt is van egy pici kis csipkelődés a két falu között, és az ide a csuszkóra vezethető vissza. Ne. Hát most itt ülnek lébényi miklósiak, miklósi lébények, ha megkérdezném, hogy ki a csuszkó, akkor mondanám, hogy akkor a pörkör közepébe csapnám. Igen. És az ide a csuszkó, tehát ez tulajdonképpen csak a történetem ment így a homályba, hogy ez egy nagyon pozitív üzenetet hordoz. Mert én lébényiként beismerhetem, hogy valóban ez egy lébényi specialitás, mert nagyon-nagyon régen egy háborúban, amikor a katonákat próbálták jól lakatni, és ugye minden háznál van bab, liszt, zsír, és akkor nagyon gyorsan főzünk egy bablevest,
De azt valamivel szaporítani kellene, hogy laktatóbb legyen, és akkor kitalálták, hogy csipkennek be. Ez tulajdonképpen a csipetke. A csuszkó? A csuszkó csipetke. Az a csipetke. És hát tulajdonképpen, hogyha abból indulunk ki, hogy ez egy milyen jó szándékú gesztus, nem is értem, hogy lett ebből egy ilyen csipkelődés, egy ilyen gúny, hogy merre ki a csuszkó. És de a csuszkó. Egy biztos, most ebből megtanultam, ez volt az utolsó csepp, hogy itt lépényben mindenhez fűződik egy legenda. Az biztos. Rengeteg legenda van, nem, hogy olyan, olyan érdekes hely, hogy nem tudom, hogy a hely szelleme nálad is pont ezt mondtam, hogy olyan, olyan jóságosak, de közben nagyon őrzik a hagyatékot. Ebből a legendázásból is kiderül, hogy, hogy mindennek van egy története. És minden legendának van egy valós igazság. Hát főleg az angyalnak. Na nézzük ezt a csúszkót, és milyen lett a pörkölt? Hát ránézés. Az illata fergeteges. Tűnik, illata is, igen. Tomás nem sült le? Jól tüzelt? Jól kavarta? Jól van. Mindenkinek nagyon köszönöm. Jövök vissza, mindenkit hozok, hogy nézze meg ezt a csodálatos helyet, lépényt. Jó étvágyat! Azért ugye még majd gyakorolnunk kell ezt a dolgot. Még az ütemet össze kell hangolni. Minden hónapban is szoktam tartani egy ilyen főzőklubot. Az őskülyi asszonyok lassan fine diningot főznek otthon. Megvan. Hoppa. Rossz helyre ugrott. Husson a csodaszer. Megfagyott a tejszín. Igen.